Három előadással indul a hónap során a Pécsi Harmadik Színház társulata. Egy Orlai vendégjáték, az I Love You és Tamás Éva előadása látható a teátrum színpadán. Fontos és jó produkciók bemutatók követik egymást az évadban. Elsősorban először beszélnék az I Love You-ról, ami ugye júniusban ugyan előbb bemutatóként már megvolt, de igaziból ennek az évadnak az egyik fő eseménye, nagyon készülünk rá. A másik ugyanilyen nagyon fontos bemutatónk a Brecht-nek a Kurázsi mamája, amit Ottlik Ádám fog rendezni, és ugye a Kurázsi mama szerepében én nagyon-nagyon izgalmas alakítást várok Bacskó Tündétől, ami azt hiszem, hogy egy fontos színházi esemény lesz. Ugyancsak új bemutatónk lesz, így nagyjából sorrendben is mondom, az Etiket című színháznevelési program, amit a László Csaba fog rendezni. Ezt követi majd Balogh Robert pécsi szerzőnek a Közmagyar című új darabja, amit ugyancsak úgy vagyok vele, hogy egy fontos esemény, úgy gondolom a város életében. Nagyon örülök annak, hogy elég jelentős támogatást is kaptunk erre a pécsi szerző kortárs bemutatójára. Az évad utolsó bemutatója I. és Gyulától a Testvérek című produkció, melyet Vince János rendezésében tekinthet meg a nagy érdemű. Valamikor a pécsi színház életben egy nagyon fontos esemény volt, vagy események voltak az I. és bemutatók. I. és Gyulának rengeteg darabját, Pécset mutatták be először, és a magyar drámatörténetnek is ez egy fontos időszaka volt. Én úgy gondolom, hogy a legjelentősebb ebből a kínálatból a Testvérek volt, ez Dózsa György és Dózsa Gergely vita drámája, és úgy gondolom, hogy az országunkban sok minden olyan történik, amikor valahogy testvérek vagyunk, de mégis összecsapunk. Tulajdonképpen én ezért próbálom elővenni ezt a pécsi ősbemutatós darabot, aminek annak idején a két kiemelkedő szerepét, az egy kis színháztörténet, Hol István és Győri Hemil játszották. Én még a szereposztásban nem döntöttem, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos esemény lesz ez a színház életében. Az előadásokhoz a támogatásokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyújtja számukra, viszont a színház alaptámogatása még mindig nem megoldott. Mint ismert, korábban a városhoz köthető színház magánszínházzá vált. Mint kiemelt magánszínház, van lehetőségük pályázni. 60-70 millió forintra lenne szükségük éves szinten a színház zavartalan működtetéséhez, ugyanis ebből már fedezni tud a rezsit, a béreket. Azonban csak 40 millió forint van kilátásban az Emmitől. Közben a város az 5 millió forintos támogatást megadta, mondja Vince János igazgató. Vettünk föl hitelt, ezt az újraindulási hitelt, az is egy siker volt. Tehát a rövid távú tervei megvalósultak, a hosszú távú az volt, hogy emelje meg az Emmi az összeget. Ez úgy tűnik, hogy ugyan emeltek, meg korábban 30 millió volt, de nem elég sajnos még mindig. És hát ezért feltétlen fordulok, ugye már el is kezdtem ezt az akciót a városunkhoz, hogy a színházunkat próbálják a következő gazdasági évben jobban finanszírozni, vagy jobban támogatni, illetve hogy lehetne ezt a magánszínházi helyzetünket megváltoztatni. A Moravec Levente nagyon örömmel átadná a városnak a színházat, ismét visszakerülhetnénk abba az állami finanszírozási rendszerbe, amiből kikerültünk, de ehhez sajnos a város, a minisztérium és a Moravec-szel való egyeztetésre van szükség, illetve minden oldalról az ennek megfelelő jó akaratra. Ezért mondtam azt, hogy ez egy nagyon jelentős munka, hogy megpróbáljam valahogy összehangolni ezeket a dolgokat. Ezt már el is kezdtem polgármester úrral, illetve Fekete Péter államtitkárral, Hoppál képviselő úrral fogom folytatni. Moravec Levente tett egy olyan nyilatkozatot, hogyha a város átveszi, akkor visszaadja a városnak, de hát úgy gondolom, hogy ezek diplomáciában nagyon nehéz lépések. Tehát ez is egy kicsit az évadunkhoz hozzátartozik, ha sikerülne ez a terv, akkor talán egy megnyugtatóbb állapotba tudnánk kerülni. Az idei bemutatókon kívül lesznek még új előadások az évad során. Vendégjátékok, határon túli előadások is követik egymást. Jönnek a beregszásziak és zenés darabok is színre kerülnek. A nézőművészeti és orlai produkciók, mint ismert, sok humort hordoznak, az elmúlt nehéz időszak miatt pedig nagy igény van az ilyen hangulatú előadásokra.